Sziasztok! Nagy bejelentésem van. Összejöttem a nagy ővel New Yorkba. Hogy csináltam ezt? Ezt nem azért mondom, mert olyan különleges lenne a történet, hanem azért, mert azt szeretném, hogy ti is találjátok meg a nagy őt. Szóval, hogy kezdődött az egész? Az Egyesült Államokba költöztem, és már nagyon az elején fogtam a kis krétámat, és az utcán, az egyik, és a köztéren, az egyik kosárlabda pályán felírtam az egyik sarokba, hogy Ambrose is loved by a American girl. Tehát egy Ambrose szeretve van egy amerikai lány által. És ugye a Covid ideje alatt, hát mit tegyen az ember? Meditáltam sokat, és vizionáltam, hogy jön egy lány, és láttam a belső szemeim mell, hogy néz ki, hogy milyen a bőrszíne, hogy néz ki a szemöldöke, milyen a szemszíne, és hogy ő jönni fog. És éreztem, hogy igen. És mások is mondták, hogy igen, nekem kell egy pár. És milyen igazuk volt. És találkoztam a lányjal, egymást lekacsintottuk, én leszólítottam, és a többi már történelem. De a lényeg az, hogy ő is azt csinálta, amit én gyakorlatilag manifestálta, vagy mi vizualizálta, hogy találkozik valakivel. A találkozásunk előtt fél évvel, 5 hónappal ő szexuális non-szexualitást fogadott, de aztán keményen manifestálta, hogy találkozik velem, és találkoztunk. És az a lényeg, hogy nagy a boldogság. De hogy ehhez tudni kell manifestálni. És gondoltam, megosztok egy kis történetet. 2 vagy 3 nappal ezelőtt meglátogattam a hölgyet, és kicsit olyan boldogtalan volt. És láttam, hogy úgy fel kell vidítani. És volt egy nagyon izgalmas moment, pillanat, amikor azt mondtam neki, hogy nézd csak, szétteszed a kezedet, úgy csinálsz, mintha szállnál, és azt mondod, hogy boldog vagyok. Ezt angolul mondtam neki, és leesett neki a tantusz, hogy tulajdonképpen nem tudunk szállni, de képzeletben mégis szállunk, és igazából a boldogság az egy döntés kérdése, az életed minősége az egy döntés kérdése. És az is érdekes volt, hogy az első alkalommal, amikor együtt aludtunk, reggel felkeltem, és nem sokkal azután, hogy felkeltem, elkezdtem bömbölni. A macsó. Nagyon macsón elkezdtem bömbölni, és kiderítette, mert megkérdezte, hogy miért sírtam, kiderítette, hogy azért sírtam 3 dolog miatt. Az egyik, hogy globális diktatúra van, 2, hiányzik a kutyám, 3, hogy miközben vele vagyok, a nagyővel, közben a nem is vagyok jelen, mert nem vagyok a mostban, hanem a... Én a globális diktatúrára gondolom. És amikor ezt a legjobb barátomnak elmeséltem, ő is sírt. Szóval az a lényeg, hogy ez nagyon szép pillanat volt, hogy a legjobb barátom sírt, mert rájött, hogy ez életem legboldogabb időszaka. És azt mondta nekem, hogy a Koszke, a japán barátom, hogy nem tudok nem sírni, mert annyira örülök, hogy te ennyire boldog vagy.
És innen szeretnék ugrani egy, a vesszőparipámra az egyesült emberek gondolatára, hogy ha azt mondjuk magunknak, hogy ez meg ez nem fog sikerülni, meg ez meg az, valami lebeg, valami álom, valami cél lebeg, de kifogásokat találunk, akkor mivel a logikus agyunkkal gondolkozunk, ezért hiába kívángatjuk, hogy azt megkapjuk, ha nem rendszerezzük az elménket, és az egész testünk erre reagál, és nem úgy fogunk cselekedni, ahogy azt igazából mi valójában szeretnénk. Tehát amikor azt mondjuk, amikor kifogásokat találunk, hogy ez meg az nem fog sikerülni, akkor gyakorlatilag tudat alatt vagy nem tudat alatt azt is mondjuk, hogy nem szeretnénk. És nekem van egy álmom, ez a végső álmom, és erről írok is egy könyvet. Tulajdonképpen az álmom az a saját életem, de ezen túl az a világbék átélése. És ilyenkor sokan pislantanak egyet, hogy miről beszélsz, mert a legtöbb ember az azt mondja, hogy igen, de mit csinálsz a rasszizmussal, igen, de mit csinálsz a szegénységgel, igen, de mit csinálsz a de. És hogyha mindannyian látnánk azt, hogy nincs de, hanem manifestáljuk a békét, manifestáljuk azt, hogy nem ítélkezünk egymás felett, és így tartjuk a szeretetet és a békét, mert ez a minimum, de tényleg ez a minimum a boldogsághoz. A békén és a szereteten felül még vannak más szintek, amikor tényleg minden így működik. De tulajdonképpen szumma szumárom, csak annyit akartam mondani nektek, hogy ahogy a barátnőm és én manifestáltuk, hogy találkozunk, anélkül, hogy ismertük volna egymást, és nyilván azelőtt, tehát volt egy pont, amikor találkoztunk, de azelőtt mi manifestáltunk, és meditáltunk, és vizualizáltunk. És aztán összehozott minket a sors. Tehát ugyanígy két ember, vagy több ember, az tud manifestálni dolgokat, egy csoport tud manifestálni dolgokat. És hogyha nem állítunk olyan limiteket, hogy miért nem lehetséges a világbéke, ez ilyen kicsit ilyen modelles, top modelles, de tényleg a világbéke az igenis elérhető. Csak azért, mert eddig nem értük el, ami tegnap nem működött, vagy tegnap nem sikerült, az sikerülhet holnap. De ehhez kell egyfajta egy tulajdonképpen befektetett idő, és tényleg nem is nehéz, mert le kell ülni hozzá, rendszerezni kell az elmét, és ezt kell sugározni. Ez nem is igazán tanítható, ezt nem lehet átadni, ezt a tudást. Erről beszélni lehet, de tulajdonképpen mi mindannyian kaptuk ezt a missziót, ezt a feladatot, hogy ezt teremtsük meg. És most minden lehetőség adva van. Lesz valószínűleg egy következő Covid hullám, amikor megint otthon leszünk. A legtöbb ember otthon lesz, és lesz idő megint meditálni. Tehát én csak azt kívánom nektek, hogy reggel, este teremtsetek magatoknak minimum, kezdjetek 1 perccel, 2 perccel reggel, és este fekvés előtt, ha 3 percig hátrébb lész a saját önképettől, és mint egy külső megfigyelő látod, hogy mire gondolsz,
mit érzel, és el tudod mentálisan távolítani magad attól, aki te vagy. Tehát ha István vagy az Istvántól, vagy ha Dani vagy a Danitól, vagy ha Péter vagy a Pétertől, hátrébb lész, és látod az egész világot. És érzed. Tehát ez reggel és este, ez igenis ez megtehető. És igenis én tudom, hogy át fogom élni a világbékét, de ezt tudni kell. Itt, én ezt tudom. Én nem kérdőjelezem meg, hanem tudom. Nem hiszem, tudom. Mert tudom, hogy mire vagyunk képesek, tudom, hogy én ki vagyok, és érzem, hogy ti kik vagytok, és érzem bennetek a cheat. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen!